Szilveszter éjjel tűzi játékoktól és petárdáktól volt hangos az ország, bár sok helyen a városi központi ünneplés elmaradt, a lakótelepeken és a családi házaknál előkerültek az új év búcsúztató hangos eszközök. Az országosan működő szilveszteri állatmentő ügyelethez már elsőjén közel 100 elveszett kutyát jelentettek be. Másodikán ez a szám már 118 volt, igaz, ekkorra 245 kutya haza is került. Harmadikán pedig már 310 négylábú aludhatott újra otthon. Ahhoz, hogy minél többen, hamar, épségben hazatérhessenek, a leghatásosabb módszer egy minden fontos információt tartalmazó keresőposzt megosztása a közösségi oldalakon. Nagyon fontos, hogy honnan tűnt el, mikor tűnt el, milyen körülmények közül tűnt el, tehát, hogy átmászott, áshatott-e a kutya, esetleg a szomszédságban ismerik-e, elképzelhető, hogy befogják a kutyát. Hogyha nincsen csípje, akkor nagyon fontos, hogy sok-sok fotó legyen fent a kutyáról. Egyébként a csíp az pont most van 10 éve, hogy kötelező, de tapasztalataink szerint még mindig rengeteg olyan kutya van, akiben nincsen mikrocsíp. A mikrocsíp jelenléte nagyon sokat segíthet természetesen, ha ez még sincsen, akkor marad a plakát és a közösségi oldalakon történő posztolás a lehető legtöbb információval. Érdemes a szomszédokat is körbe kérdezni, hogy valaki nem látta-e, ha kisebb település vagy kertváros rész, akkor egy helyi kisbolt, vagy akár egy presszó is, ahol sok ember megfordulhat, hasznos oda ugye egy plakátot kitenni. Ha van mikrocsip az állatban, akkor pedig az állatorvosunkat minél gyorsabban érdemes felkeresni, és a mikrocsiphez beiratni, hogy eltűnt a kutya, keresik, illetve frissíteni az adatokat is, hiszen sokan előtte erről megfeledkeznek. Emiatt jelenleg is van az Állatbarát Alapítványnak folyamatban lévő kutató munkája. Egy fajta tiszta Shiba Inu kutyát találtak szilveszter előtt egy-két nappal. Hiába csípes a kutya, tőlünk 300 kilométerre van a csípje regisztrálva. A telefonszám nem helyes, a gazdi helyett egy másik ember vette fel a telefont, úgyhogy most próbálunk nyomozni, de 2-3 napja ez sikertelen sajnos. Maga a regisztráló állatorvos sem tud benne segíteni, hiszen annak idején rossz adatok lettek megadva. Úgyhogy elég nagy probléma ez, hogyha a csíp regisztráció nem megfelelő. Bár sok az elmenekült és még most is riadtan kóborló kutya, az állatvédőknek az a tapasztalata, hogy Nyíregyháza lakossága egyre figyelmesebb, már kevésbé mennek el egy ilyen eset mellett szó nélkül. Egyre többen próbálják meg befogni az adott állatot, egy benzinkúton csippet olvastatni, és ha szükséges, pár napra be is fogadják. Ez pedig óriási segítséget jelent a folyamatosan teltházzal működő menhelyeknek és gyapmesteri telepeknek.